10:06 a mikrofonnál Kun Zsuzsa és Juhász Péter a vendégem. Köszönöm, hogy összejött ez a találkozás. Én köszönöm, és bocsánat. De semmi gond nincs, mert Hámori Gabi csodálatos beszélgetőtárs volt, nagyon jó helyettesítés volt. Mindig ilyet kívánok magamnak, ha valaki kiesik, vagy éppen úgy alakul, hogy nem tud jönni. Kíváncsi vagyok, hogy egyáltalán mi van veled, mert olvasom az újságot, azt látom, hogy sorra nyered, és ezt most már mondom, 2 hete a TV2 meg az Origo elleni pereket, ami nem volt olyan nehéz szerintem, de majd te elmondod, hogy nehéz vagy nem nehéz, mint asszonyverő fél hete, erről rengeteg cikk született, de most mit csinálsz? Tehát a politikából kimaradtál, Tilos Rádió, mintha hallanálak, meg a saját YouTube csatornádon. Hát a saját YouTube csatornám, ha már akkor most visszafele haladok, az a legkevésbé, mert most tervezem, hogy újra elindítsam, de ott egy kicsit elment a hangulat, vagy nem tudom mi, tehát még azt sem, tehát nem mondom, hogy óriás csalódottság volt szembesülni a választási eredményekkel, de hát azért mindenki letaglózó volt, hogy ilyen módon, hogy mondjam, meg lehet nyerni, vagy el lehet veszteni, nézőpont kérdése ezt a választást. Tehát nekem ott ezzel a YouTube csatornával azért volt egy célom, hogy rávilágítani ügyekre, felhívni az emberek figyelmét arra, hogy mégis hogy működik Orbán kormányzása, vagy nem kormányzása. Hát nem látom, hogy ennek óriás hatása lett volna, és akkor azt gondoltam, hogy hasznosabb, ha én a gyerekeimmel foglalkozom, amennyit tehetek. Tehát én most mondjuk úgy, hogy kommunikációs tanácsadásból élek, csináltam most nemrég egy céget, ezzel elkezdünk egyébként teljesen más videós projekteket csinálni, ilyen saját videó gyártás van, hogy pénzért dolgozom, már úgy értem, hogy megrendelésre dolgozom. Te gyártod a videókat? Hát igen, van egy pici bérelt stúdiónk. De ez politika lesz kizárólag? Nem, sőt, tehát teljesen távol. Ezt most hadd ne, mert nem is akarom, hogy a nevemhez kötődjön igazából, nincs szerepem benne névvel, mondjuk, hogy vállalkozás abból kultúra területe, és akkor azt sejtető, hogy nem a Rákai Filipféle arany Mercedes motivál, mint kultúra. Tényleg arany Mercedes-e van? Ezt Nagy Ervin elég részletesen leírta most a... Hát persze, az átlátszón jött ki több videó is, amikor küldél, persze. De csak 2, és úgy tűnik, hogy ez még mindig nem elég kompenzálni azt a frusztráltságot, és kisebb rendőrség érzés, ami benne van, úgyhogy szerintem kéne egy harmadik is, hát ha akkor valahogy helyre rázódik. Na mindegy, de félretéve ezt, tehát én most teljesen jól el vagyok, mondjuk, hogy egy átlag állampolgár életét élem, vagy átlag polgár életét élem. Néha van egy olyan érzés, hogy ennél azért többet kellene tennem, mert hogy viszonylag sok még a, tehát ahhoz képest, hogy mióta nem vagyok a közéletben aktív szereplő, ahhoz képest még mindig viszonylag sokan keresnek, vagy számítanak a véleményemre, vagy nem tudom, kérdeznek meg dolgokról, és akkor ebből jött, hogy valószínűleg ezt a csatornát is azért kicsit újra fogom indítani, nem nagy rendülettel, de hogy mégis legyen egy ilyen felület, ahol elmondom a véleményem dolgokról. Egyébként azt gondolom, hogy amit a választások előtt egy évig tettél ezzel a NERPédiával és a korrupció kutatással, te magad részéről mindent megtettél, hogy ezt a kormányt lebontsd. És akkor el kell azon gondolkodni, hogy tehát nem volt olyan falu, ahol a korrupciót ne derítettétek volna föl, tehát a polgármestertől a nem tudom én a gazdáig mindenki korrupt volt, és kicsit és nagy, itt az 1 milliótól a milliárdokig beszélhetünk, de ez valóban senkit nem rendített meg, pedig mondtátok a csatornádon, megjelentek a cikkek, és hogy ez egyáltalán nem érdekli, de tudom, mert én is teszteltem, hogy mikor valakitől megkérdezem, hogy egyáltalán nem zavar, hogy az Orbán kormány mennyi pénzt viszel, és mire nem jut, és akkor erre az a válasz, hogy ezt csinálták a szocik is, ezt csinálták a Gyurcsányék is, hát ezek kicsit többet, hát miért baj az? Én azzal nem értek egyet, hogy nem érdekli az embereket, szerintem érdekli. De egyszerűen arról van szó, hogy van egy ellenpontozás, tehát van ez a úgynevezett propaganda, amelyik ezeket elfedi. Tehát egyrészt az, hogy most én csinálok egy YouTube csatornát, hogy Hatházi Ákos kiáll és a saját felületein elmondja, amit el tud mondani. Ez eljut egy bizonyos számú emberhez, de a propaganda az olyan erővel és olyan lefedettséggel és olyan erőforrással dolgozik ezzel szemben, hogy van egy olyan réteg, akit egyszerűen ebből, mint információbázis nem lehet kimozdítani. Tehát, hogy neki az a világa, az a környezet, ami körülveszi, amit az MTV-n vagy a TV2-n hall, ami egy dolog, hogy ha egy picit mélyebbre ásni és utána nézni, akkor tudná, hogy az úgy, ahogy van, tisztán hazugság, ahogy halljuk most az elmúlt napokban konkrétan nyilatkozóknak a szavait pont ellenkező színben tüntetik fel, mint amit valójában mondani akartak, tehát hamisítják még a megszólaltatott emberek véleményét is, de van, akinek ez lett a világ, tehát hogy nem jut el hozzá más, vagy ha eljut, akkor azt arányaiban olyan
kevési nyomalatba, tehát propagandából kap 100 egységet, és kap 2 egység igazságot, akkor ő annak a 100-nak fog hinni, mert az jön a helyi rádióból, az jön a helyi ingyenes bedobott szórólapból, az jön a helyi újságból, a helyi tévécsatornából, és meg még a nagy kereskedelmi csatornákból is akár. Aki azért egy olvasott ember, egy világlátott ember, akinek tisztán kell látnia, és ők is beveszik ezt, és ők is odaállnak, és emellé a kormány meg párt mellé állnak. Tehát akkor az az állításod, hogy a Fidesznek van értelmiségi holdudvara? Szerintem van. Na, az én állításom meg, hogy nincs. Nincsen? Szerintem nincs. Szerintem a Fidesz az egy tisztán bűnözői szervezet, a klasszikus felépítése szerint. Tehát ugye ilyen hübéri rendszer van, úgy, szó szerint úgy kell elképzelni, mint egy maffiát. Van a főnök, aki kiadja az utasítást, és annak valaki vagy megfelel, tehát vagy lojális ehhez az emberhez, ehhez az utasításhoz, és így lecsorog ez a piramis aljára, vagy nem. Ha nem, akkor kiesik a pixisből, és aki te szerintem értelmiségi holdudvarnak látsz, az a cinikus opportunista réteg, amik tudja, hogy egyébként rosszat tesz, de felmenti magát olyan szövegekkel, hogy más is megtenni, hogyha el kell tartanom valamiből a családomat, én ezt nem tehetem meg, ahogy mondtad, a többiek se voltak, vagy mások se csinálnák másképp, tehát vannak ilyen önfelmentő szövegek, és ezt sokszor elmondja magának az ember a tükröt, akkor egy ponton túl el is viszi. Jó, akkor most mondok egy példát, itt Csepeli Gyurival már elkezdtem, vagy legalábbis én elkezdtem ezt az egész operaházi történetet. Most az én háttérinformációm annyi, hogy Keselyek Gergely megnyerte ezt a pályázatot. A miniszter, a kulturális miniszter kinevezte őt, vagy legalábbis ő volt a nyertes. Ehhez képest Ókovács Szilveszter a pletykák szerint lement, vagy elment Veszprémbe, ott találkozott Orbán Viktorral meg a feleségével, és addig manipulált, míg ő kapta meg ezt az operaházi főigazgatói kinevezést, hogy vajon egy ember, és jelen esetben Ókovács, miért képes arra, hogy mást így legyalázzon, hogy egy kinevezést visszavonasson, és hogy volt ő pont eleget az operaházban, tehát elegánsan ezt nem lehet, ezt a stafétabotot átadni. Ez nem elbukott valamit, ez egy pályázat volt, és hogy ennyit megtesz, hogy a maga érdekében mindent fölrúg, az erkölcsi halottá válik? Én a konkrét ügyről semmit nem tudok. Én ennyit tudok operaházon belül, pontosan tudják. Mondom, a rendszer működésében meg tökéletesen beleillik, hát erről beszélek. Valaki elmegy a nagyfőnökhöz, amit ő mond, az történik. Ez egy hűbéres rendszer ilyen értelemben, tehát ebben semmi meglepő nincs a számomra, hát mindenki nevezés így zajlik. 1000 pályázatról tudunk, amit megnyert valaki, és aztán mégis az utolsóból lett az első, mert lesz holnap, vagy addig semmisítik meg a pályázatokat, amíg nem az jön ki nyertesnek, akit ők akarnak, vagy már eleve úgy írják ki, hogy más indulni se tudjon, tehát olyan feltételeket szabnak, ami csak egy adott cégnek, vagy embernek, vagy közösségnek kedvez, vagy felel meg. Tehát ezen számomra semmi meglepő nincs, hát erről szól ez a rendszer. De hogy bírja energiával egyetlen egy ember, hogy mindenen rajta tartsa a kezét? Mármint Orbán Viktor? Hát róla beszélek. Hát így. Jól delegál nyilván feladatot, hát ezt is azért köztudott róla, hogy úgy választja ki az embereit, hogy folyamatosan versenyezteti őket. Tehát mindig a össztársadalmi szinten pontosan ugyanaz működik, mint valószínűsíthetően a saját káder politikája szintjén, ez az oszd meg és uralkodj. Tehát állítsunk szembe két embert, küzdjenek egymással, és én majd mint nagy igazságtevő megjelenek, és amelyiképpen többet fizet, most ezt idézőjelbe tettem, a többet fizet, mert valamilyen módon kiszolgálja az én hatalomészségemet, vagy hatalommániámat, vagy éppen érdekemben áll őt megemelni, akkor őt megemelem, aztán, hogyha már nagyon magasan van, akkor leejtem, hát erre is 1000 példát tudunk Lázár Jánostól kezdve, nem tudom, tényleg számtalan emberig, de ugyanez igaz az oligarcháira, vagy hát ma már ez sem igaz, hogy oligarchák vannak, mert minden egy személytől függ itt is, tehát nyilvánvaló, hogy Orbán Viktor ma Magyarország leggazdagabb embere, de ő lopott a legtöbbet, az más kérdés, hogy ez hány ember nevén fut ez a vagyon, de látjuk, amikor meghal egy-egy szereplő, mondjuk, gondoljunk Endi Vajnára, az ő vagyona véletlenül sem ahhoz került, akiről azt gondolta mindenki, hogy az örököse, hanem valahogy. Ott azért szerintem a rendszerben valami hiba csúszott, én úgy hallottam, mert azért Vajna Timi sokat örökölt, és nem pont így gondolták Orbánék, hogy a Vajna Timihez kerül a vagyon, és szerintem. És én azt is csak pletykákból hallottam, hogy nem véletlenül a Mészáros Lőrinc Várkonyi Andrea házasság, ezt sokkal tudatosabban előkészítették, hogy ott a vagyonnak, a Mészáros néven jegyzett vagyonnak hova kell kerülnie. Hát tehát, erről beszélek, tehát hogy
Andy Vajna, én azt gondolom, hogy egyel fifikásabb volt, mint mondjuk Mészáros Lőrinc. Tehát ezt így talán lehet, hogy Mészáros Lőrinc azt gondolja, hogy még Zuckerbergnél is okosabb. Én azt gondolom, hogy akkor mondjuk Andy Vajna valószínűleg okosabban rendezte el a háttérben a pénzügyeit, hogy azért mégiscsak maradjon a családnak. Üzletember volt Andy Vajna egyébként. Igen, tehát ő egyel valószínűleg azért körültekintőbben járt el, de ettől még az történt, hogy a kaszinó koncesziók gyakorlatilag másnap már Orbán másik strómanjának a nevén szerepeltek, és a vagyon még mindig nem került Vajna Tímeához, azt azért tisztázzuk. Tehát, hogy ezek a hatalmas vagyonok, amik itt különböző neveken futnak, ez nyilvánvalóan a végén valahogy az Orbán családhoz kötődik és köthető. Nem tudom, most nem akarom magam ismételni, és nem ilyen lozgókban beszélni. Minek ez a nagy vagyon Orbán Viktornak? Tehát ezek már ilyen beláthatatlan összegek, tehát szerintem ezért is az inger küszöböt nem veri át, mert amikor azt mondják, hogy nem tudom én 40 milliárd vagy 100 milliárd, ezek beláthatatlanok. Maximum milliókban tud az ember gondolkodni, de inkább abban sem. Hát te meg én, de igen. Hogy nyilván itt szerintem az ilyen racionális kérdésfeltevésnek nem sok értelme van egy, és most... Úgy félek, mert hogyha azt mondja az ember, hogy egy pszichopatával állunk szemben, akkor rám sütik a bélyeget, hogy dobálózom mindenféle szóval. Nem, volt itt egy pszichológus, aki ezt a papírt ezt kiadta, egy pszichopata. Meggyőződésem, én nem pszichologizálnék ilyen értelemben, de hogy egy olyan személyiségtorzuláson esett át az elmúlt évtizedekben, amik egy normál ember számára igazából nehezen átlátható és feldolgozható, abban biztos vagyok. Tehát azt a kérdést feltenni, hogy miért jó, ha valaki ilyen erővel ragaszkodik a hatalomhoz, és akkor ebből jön egyébként valószínűleg ez a vagyonszerzés is, mert azt gondolja, azzal garantálható a hatalma. De erre nem fogok tudni én válaszolni, tehát ez tényleg egy más vendéget. Akkor veled kapcsolatban kérdezek, hogy mind, ami megjelent rólad újságcikk meg a TV2-ben, ez a te lelkedet nem nyomorította meg a családod lelkét? Hát, hogy ne hatna? Hát hogy természetes, hogy hat, hát a legkisebb kis dolog, és hát hogy mondjam, régebben, még az ős időkben, hogy megjelent, tehát így barát vagy harcos társaimról, Kendermag Egyesülőtől, Taszon át, Millán keresztül, a bárhol voltam, valahol megjelent egy darab negatív cikk, már negatív színben feltüntető cikk, ami valakiről szólt, hát az a hátas dobott, hogy úristen, mit írtak rólam egy újságban. Hát most nem tudom, mondjuk ez a családi helyzetet kit tárgyaló rágalmakról több ezer cikk jelent de meg. De tudták, vagy hogy ez a gyenge pontod a család? Nem gyenge pont, hát egy hazugságot felépíteni, most tök mindegy, mire építjük föl. Ez úgy működik, hogy van a fakta, van egy válás, tehát van valami igazság alap, hogy van egy válás és van egy vita a gyerek elhelyezésben, ennyi igaz belőle, és minden más hazugság gyakorlatilag erre lehet felépíteni valamit. Most, hogy a 2500-3000 média megjelenésben valamit elkezdünk nyomatni, akkor az teljesen mindegy, hogy milyen ügy, csak kellően üssön. Nyilvánvalóan úgy működik ez a rendszer, látszik ez egy csomó helyzetben, hogy mindenkit ott próbálnak lejáratni, vagy olyan témával próbálják lejáratni, ami a leginkább szívügye. Nekem a család az egyik legfontosabb dolog, de hát előtte ment a Portik Tamással próbáltak összemosni, mert hogy ugye a korrupciót és a tisztaságot, tehát a korrupciót akartam felszámolni, és a tisztaságot szolgálni, vagy nem tudom, hogy kell ezt megfogalmazni rendesen. Kiderül, hogy Rogán Antalnak vitt Portik Tamás 10 millió forint kenőpénzt, ezt bíróságon elmondja. Egyébként azóta mások is elmondták, hogy vitte kenőpénzt Rogán Antalnak. De mindegy, és akkor jött nyilván az ukáz, hogy ez a kabátlopás esete, mint példa, mossuk össze a juhászt a Portikkal valahogy. És akkor ebből lesz egy olyan, hogy most én nem fogom visszaismételni, amiket állítottak, de hát a minden. Tehát, hogy életemben nem, azt sem tudtam ki, hogy a Portik Tamás gyakorlatilag túl azon, amit a hírekben lehet olvasni. Az, hogy oda került a tárgyalás, az is egy cikknek volt köszönhető, az Átlátszón elmondta már ezt, hogy vitt Rogán Antalnak 10 millió forint kenőpénzt, és erre föl a cikkre hivatkozva hívtuk be tanulnak a bíróságra, hogy akkor ezt mondja el hivatalos helyen is. De semmi foganatja nem lett ennek, gondolom, hogy... Hát de hogy nem, Rogán Antal elvesztette a pert, tehát joggal állítható róla, hogy bűnöző ja, és bűnöző kerülete. Ilyen formán igen, de további egy fontos része a történetnek, igen. Tehát hogy én azért ezt mindenképp eredménynek ja, tartom, hogy erről tisztán igen. Lehet igen. Beszélni, és hát nyilván bűnöző és bűnöző kerülete, akkor valószínűleg alatta és felette is valami hasonló rendszerre lehet gondolni joggal. Én nem gondoltam egyébként, hogy te megnyered a pereket, megmondom őszintén. Tehát, hát mert egy olyan rendszerrel, meg egy olyan bírósággal vagy szemben, amiről nem feltétlen azt gondolom, hogy független.
Én azt gondolom, hogy a bíróságokat még azért nem tudták teljesen, tehát ott is nagyon úgy működik ma, hogy én látom, és itt nagyon nehéz ebben is megfogalmazni, mert a bíróságoknál volt azért a legnagyobb ellenállás, tehát hogy a függetlenségüket megtartsák, és ezért helyjel közzel még úgy, ahogy sikerült. Nyilván hihetetlen hatások érik, és ma már mondjuk egy alkotmánybíróságról szó nincs arról, hogy független lenne, már egy kúriánál is felmerül a gyanú, de vannak olyan esetek, amikor egyszerűen nem, tehát nem lehet kitérni. Hát nekem ezek a perek az, hogy mondjuk a úgynevezett nőverős ügyben 27 állítással szemben 100%-ban nyerem meg, tehát minden darab állítás cáfolt volt, ami elhangzott. Azért az 27-es számnál belecsúszhatna egy-egy állítás, amit perel az ember, és hát akkor az mégsem teljesen úgy történt, hanem valami alapja van, de nem. Tehát amikor 100%-ban nyer az ember, akkor ott egy másodfok már nem nagyon tud mit tenni. Tehát ugye egyszerűen az van, hogy ott van 27 állítás, amik mindegyik cáfolt, akkor ő nekik csak jogilag lehet meghatározni, hogy már úgy értem, hogy az milyen kategóriába esik adott esetben. Le is húztak, tehát még egy TV2 ügynél mondjuk, ahol pont ez a 27 állítás volt, aztán még az elején, ott azt hiszem 2,5 millió forintnyi sérelemdíjat állapítottak meg. A vége azt hiszem 18 darab tények adásra. Tehát ugye, nem túl sok az a 2,5 millió. Hát erre mondom, igen, hogy azért ahol tudják, ott azt lehúzzák. Lenyomják. De az első fokon meg nagyon sok helyen megmaradtak azok a bírók, és minden tiszteletem az ők, akik meg teljesen korrektül és normálisan hoznak ítéletet, mint egy jogállamban. Más kérdés, hogy nekik is egy csomószor ugye a jogszabályi környezet változása azért kihívásokat jelent, mert hát ugye ők is a törvények alapján kell, hogy ítéletet hozzanak. Ebben sok minden van, de hát nekem nagyon diszták voltak az ügyeim, tehát életemben nem láttam Portik Tamást. Volt feleségedet például kihallgatták, hogy kedves igen. asszonyom, veri magát Juhász igen. Péter, mutassa a bőrét, hol vannak a lila foltok, vagy hogy most zajlik egy nem ilyen? Nem mennék egy ilyenbe részleteiben. Nem kihallgatták, meghallgatták, tehát bocsánat, tanúként, igen, tanúként igen. beidézték őt is, barátokat, családtal, vagy hogy mondjam, tehát mindenkit, aki szóba ez kerül. Ez egy nagyon megalázó sőt, hát dolog. Nekünk volt egy rendőrségi feljelentésünk is, ugye, mert Tényi István feljelentett a gyermekeim anyját is, illetve engem is, hogy valamelyik biztos hazudik, és akkor tehát volt ebben minden, ami elképzelhető. Én ezeknek bevallom, valahol örültem, mert így legalább teljesen nyilvánvalóan tiszta a nevem. Tehát, hogy ha nem lett volna mindez, akkor most én itt ülnék, és aztán hát még mindig azt állítom, de hát nincs semmi, ami ezt bizonyítaná. Ma azt mondhatom, hogy tisztán 100%-ban nem egy, hanem nem tudom már hány 8 bírósági ítélet, amelyik alátámasztja azt, hogy teljes hazugság volt az egész. Gyerekeidet, mondjuk a nagyobbakat, akik már értik ezt, nem viselte meg, hogy az édesapjukkal, meg a családjukkal mi minden történik? Tehát hát, itt a sérelemdíjban nincs az benne, hogy esetleg a gyerekek hosszabb távon sérülhetnek? Hát a magyar jogrendszer az nem így működik, hogy mondjuk a sérelemdíj tekintetében ennek legyen bármi foganatja. Hát egy ilyen állításra mondjuk az Amerikai Egyesült Államokban, vagy nem tudom, de akár Európa szebb részein is dollármilliókat fizet neki az egy-egy médium, vagy tehát hogy teljesen más Magyarországon a megítése. De nem csak pénz a lényeg, nyilván sérülnek, tehát hogy ez nem kérdés. Hát, de beszéltetek ti otthon erről? Hogy... Persze, hát muszáj, hát mert hogy amikor megyek mondjuk a 4 gyerekkel fagyizva, akkor még a lotti ráadásul legkisebb talán 2,5-3 éves volt, és a legnagyobb lehetett mondjuk 13, és tolom a babakocsiban Lottit, másik 3 gyerek fagyit nyalva jön, és egy kopasz kigyúrt, tetovált szlovák rendszámos Mercedesből kiüvöltő csávó azt üvölti az utcán, 4 gyerekkel megyek egyedül, hogy te rohadt, nem idézném a káromkodást, majd ha Tamás már nem véd, akkor majd kicsinálunk, és majd de. És így állok, hogy valószínűleg egy mafiózó fickó volt, aki talán Portik Tamással valami viszályban volt, vagy nem tudom mi, ő vagy elhitte, vagy ezeknek dolgozott, én nem tudom, vagy teljes, vagy csak egy elmebeteg volt, de hogy mintha én a Portik embere lennék, elkezdett hozzám beszélni, hogy majd kicsinálnak. Na most ezek után elmagyarázni 4 gyereknek, akik megrémülnek nyilván fagyizás közben, valaki üvölt konkrétan az utca másik oldaláról, hogy ki az a Portik Tamás, akit mondott ez a bácsi.
Hát egy gyilkos. De hát papa, neked mi közöd van ehhez a gyilkos? Hát tudod, hazudtak róla, de mit hazudtál? Szóval ezekre a gyereki kérdésekre válaszolni, itt azért hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem okoz családi helyzeteket, és akkor most ez egy eufemizmus volt, tehát hogy, és akkor nem beszélünk arról, hogy mondjuk a Lotti születése, akkor elindul egy ilyen kőkeményen jövő lejárató kampány, akkor mondjuk a Gabinak mit kell átélnie közben, miközben az arra lenne igénye teljes joggal, hogy egy békés, nyugodt, higgadt környezetben az új családtaggal foglalkozzon, és hát ebben én is vegyek részt. Tehát nyilvánvalóan iszonyú durva helyzet. Na, ez talán magyarázatot arra, hogy én most miért érzem magam feljogosítva arra, hogy az elmúlt években egy picit inkább a családdal foglalkozom, és nem a politikában. És hogy készülsz vissza a politikába, hogy egyszer egy újabb rendszerváltás történik? Gondolom azért nem háttérből szeretnéd ezt végignézni. Igen, szaladjunk egy picit elő, hogy mondtam olyat, hogy készülök vissza. Hát én biztos vagyok benne. Én biztos vagyok benne, hogy te nem nyugszol. Tehát nem vagy az a típus. De én akkor valamit fontosnak tartok, hiszen én soha nem készültem politikára. Tehát, hogy én nem gondolom, hogy nekem pártpolitikában részt kéne vennem. Közéleti soha politikára életem. Gondolnék. Azt a világ jobb átételére mondjuk. De azt meg mindig is tartom, hogy az fontos az egyéni szinten mindig. De az meg minden percben, tehát azt én most sem mondtam le róla, csak legfeljebb nem a nyilvánosságban csinálom, vagy nem olyan lendület, vagy mondom, fókuszban inkább a család van és gyerekek, és amíg régen mondjuk úgy nézett ki, hogy én hajlandó voltam mondjuk egy, nem tudom, vidékről följönni Budapestre egy tüntetésre mindenképp, mert az az első, és akkor ott hagytam akár a gyerekeket addig a Balatonban fürdeni, és visszarohantam hozzájuk, mert ez fordítva néz ki, előbb fürdöm a gyerekekkel a Balatonba, és ők, és ha lefeküdtek aludni, akkor elkezdek esetleg közélettel foglalkozni. Tehát most is van olyan, ami már hír lehet, lehetne, hogy a TV2-vel most egy újabb körben, de a gyerekekkel kellett foglalkoznom, és azért nem azzal, nem az volt a fókuszban, hogy leüljek és posztoljam, hogy már megint hazudtak. Hát semmi, beadták most megint a végrehajtást, most már ugye másodszor verték rájuk a bírságot, most azzal, hogy leadtak 40 másodperces részleteket abból, amit le kéne adni, úgy gondolták, hogy teljesítették a bíróság ítéletét, miközben nem, és hát teljesen nyilvánvalóan hazudnak, hiszen két ellentétes tartalmú papír áll rendelkezésünkre. Az egyikben azt mondják, hogy olyan hosszú a leadandó szöveg, hogy nem fér bele a műsoridőbe, ami önmagában vicc egy helyreigazítás kapcsán. A másik papíron az van, hogy ők a 40 másodperccel teljesítették, amit a bíróság elvár. Most ezt a kettőt így összerakja, akkor elég egyértelmű, hogy Pavel Sztáncsev, a TV2 vezérigazgatója nettó hazudik, és nem tartja be a magyar törvényeket. És ez a lelkedben mekkora sebeket üt? Mert ezeket mind mosolyogva meséled el, és alapvetően az élet megy tovább, és tényleg éled a szürke hétköznapokat. Nem olyan szürkék azok. Hát vicc, idézőjelben szürke, tehát igen. Az átlagember hétköznapi, hogy gyereket nevelsz, dolgozol, és azért posztulgatsz. Azt a japán harcosoknak, mert ha elvesztettek egy csatát, akkor kiválták azt az ellenségnek, hogy izgalmas életet kívánunk. Igen, igen. Tehát, igen, hogy igen, ez igen. Én így élem a szürke hétköznapjaimat. Igen, tehát, igen. De szóval, hogy nyilván hat az emberre, tehát valószínűleg még vidámabb lennék, még kiegyensúlyozottabb, és még nem tudom, életszeretőbb, vagy ha nem történtek volna ezek a dolgok, és bevallom, sokkal szívesebben foglalkoznék a világ jobbításával pozitív értelemben, hogy nem mindig azt kéne a számból hallani, hogy már megint elloptak valamit, vagy már megint mi a rossz. Tehát én azt gondolom, hogy ez a tragédiája ennek az országnak, hogy egy ilyen rendszer az összes kreatív energiát arra kárhoztatja, igen, hogy valami negatív elem védekezzen, vagy erre pazarolja el, miközben hihetetlen szellemi és hogy mondják, ez tudományos kapacitás lenne itt velünk, túl az, hogy hányan hagyják el a hazájukat azért, mert egyébként máshol ezt jobban tudják kamatoztatni, de hogy ezt a hihetetlen kapacitást pazarolja el, és viszi a semmibe egy ilyen rendszer, ez a legundorítóbb része. Nem merült föl, hogy elmenj innen? Szerintem nincs olyan ember Magyarországon, akiben ez nem merült fel, legalább a gondolat szintjén. Nem felmerült, de ez is messzire vezet, mert én már egyszer próbáltam, és ez 1995, amiről beszélünk, én akkor fél évet Kanadában éltem, most próbáltam olyan értem, hogy megnézni, hogy milyen, de visszavonzott ide minden, és hogy azt gondolom, hogy, és ez csak magamra értendő, nem
várom el másoktól, és nem gondolom, hogy másoknak is így kell gondolkodni, de ugye ezt a sorsszerűséget mindenképp fontosnak tartom, hogy, hogy hát ha itt éltem le eddig az életem, ide születtem, itt van dolgom, akkor én ettől nem futamodom meg úgymond, hogy akkor hajszoljam a jobb élet reményét valahol máshol, ami persze lehet egy buta gondolat, olyan értem, hogy más, egészen máshogy gondolja, és azt gondolja, hogy a felelős a jövő generációért, saját leszármazottaiért, akkor meg jobb világot és jobb környezetet tud elképzelni máshol, az is egy teljesen valid és érvényes álláspont. Tehát, hogy nekem elgondolkodtam már ezen, de nem hiszem, hogy máshol ugyanezek a problémák egyébként problémáid valószínűleg. Azok... Értem, de akkor igen. Ilyen alapon itt is be lehetne zárkózni. Tehát, igen. Hogy akkor erre igen. Mondom, hogy akkor a felelősség elől menekül az ember, ott egy csukott szemmel, csukott füllel, csukott szájjal leélhet egy életet, és akkor ez nem az én problémám, én nem tudom. És olvasod közben a magyar híreket, hogy itt milyen, igen. És bármelyik országban megtalálhatjuk azokat a pontokat, ahol én jogvédőnek képzelem magam, vagy az identitásom az leginkább ehhez áll közel. Én ugye újságíró szakon végeztem, politikában is voltam, és a kettő között valahogy mégiscsak az van, hogy különböző társadalmi csoportok érdekérvényesítésével foglalkoztam, vagy ez a, ami nekem belül legalábbis megvan. Ha ilyen szemmel nézek bármelyik országra, akkor mindenhol lehetne javítani a helyzeten, ez nem kérdés. Ha elmennék, annyi történne, hogy becsukott szemmel élnék. Hát most sajnálom, hogy nem múlt héten beszélgettünk, mert egy órát gondoltam veled, amit Hámori Gabi tökéletesen kitöltött, de tulajdonképpen félbe kell hagyni a beszélgetést, mert még annyi mindent szerettem volna kérdezni, de így csak fél óra jutott, de egyszer majd még folytatjuk. Köszönöm szépen, Juhász Péter. Én köszönöm a lehetőséget.